You have said given up. Good evening to all of us, lovers of arts. This is the second time for me to come to Budaours, to two different cultural institutions. First was in March 2015, and the second is today. Stílusosan Indonézia magyarországi nagykövet asszonya nyitotta meg a Jókai Mór Művelődési Központ legutóbbi kiállítását, melyen egy művész házaspár mutatkozott be Jáván és Balin készült munkáinak egy részével. Szűk Norbert, a festményei, Dezséri Dorottya pedig a fényképei segítségével varázsolta elénk Bali sokszínű és egzotikus világát. A Donor Art az maga a feleségemnek a nevéből, meg az én nevemből van, tehát a Dorottyából és a Norbertből összefüggés, csak nem ugye szervekkel kereskedünk, hanem effektíve élményekkel kereskedünk, élményeket adunk át az embereknek. Ő egy fotóművész, én meg festőművész vagyok konkrétan, és bemutatjuk a munkáinkat, ő ugye Baliról szokott fotózni, én festek dolgokat, és így kiállítjuk. Amúgy lelkiekben is adunk mi is egymásnak dolgokat oda-vissza, hiszen azért minden művésznek kell egy múzsa. Dalinak is Gala volt, Szász Endrének is volt múzsája. Nekem is ugyanúgy van, aki inspirál, és nagyon inspiráljuk egymást. Jávára indultam először, egy ilyen igazából egy munka lehetőség által. Úgy kimentem dolgozni Indonéziába, 2 évet töltöttem ott így összesen, és egy magyar találkozó révén ismertem meg a Norbit Balin igazából. Tehát Balira úgy utaztam, hogy egy ilyen hosszú hétvége gyanánt körülnéztem ott, és akkor ott ismertem meg a Norbit, egy ilyen ösztöndíjas találkozó volt. És akkor az egyik ismerős révén. Egy fényképész számára milyen érdekességet, újdonságot rejtenek az ottani színek, arcok, jelenségek, tájak, épületek, bármi, gondolom, sok mindent hát fotóztál. Igen, nagyon sokrétű Indonézia, tehát nagyon változatos a táj maga is. Ugye az ottani kultúra, a folklór, az emberek, tehát ezek a rengeteg nagyon klassz, igazából helyszín van fotózásra, nem csak Balin, hanem úgy minden szigeten. És hát vannak olyan szigetek nyilván, ahol a természet érintetlenebb, még inkább, mint Balin, és igazából ott is nagyon izgalmas fotózni, tehát egy csomó ilyen képem, amit is van, egyébként hát Jáván született igazából. Balit azt mondom, a legszínesebb szigetnek tartom. Hát azért is mentem ki annak idején, mert annyi változatos programlehetőség, művészet, sport, kalantúra, minden van kint, hogy megfogott, tehát ezek a színes impulzusok, amik kint vannak. És nagyon volt kedvem abban a spirituális mentalitásban, légkörben alkotni, festeni, és egy idő után, hogy az ember átszellemül az ottani fantasztikus légkörtől, és ezek a színek jönnek ki. Igazából minden művész azt festi ki, amilyen maga a lelki állapota, tehát a színvilága, és ezek tényleg, ha becsukom a szememet, és Balira gondolok, ezek a színek jönnek ki. Leginkább mondjuk, tehát a világos kékek, a tenger, ugye folyamatosan süt a nap, a zöldek, a dzsungel, a többi, és igen, átszellemül az ember. Itthon kicsit sötétesebben, sötétebb volt a témáim is, kint meg egyre inkább kinyíltam, kiszínesedtem, mondhatni, és ezeket a színességeket szoktam itthon bemutatni. Maga a kép is már így nekem laikusként ugye kicsit ilyen plakátszerűnek tűnik. Ez mennyire jellemző a munkásságodra? Igazság szerint most nem azért mondom, de mindig mondják, amikor képzőművészeti egyetemre jártam, és reklámgrafikára vettek fel, ott azt mondták, hogy nagyon festői vagyok, és amikor átmentem a festőművész szakra egy év után, akkor meg azt mondták, hogy túl reklámgrafikus vagyok. Tehát illusztráltam is, amúgy különböző világhírű újságokból, meg CD borítóknak, de nagyon sok művészetet szeretem. Tehát szeretem a Andy Warholnak a popártját, a szürrealista ötleteket és a többi, és próbálom úgy elegyíteni a képeimbe azt a tiszteletet az összes művész. Meg próbálom ilyen eklektikusan csinálni, és akkor attól egyedivé válok. Amúgy van is egy ilyen vicces dolog, hogy ugye a nevemből fakadóan szürrealistának mindig megkérdezik különben, amikor találkoznak velem, hogy figyelj, szia, te milyen stílusba festesz? És mondom, hogy szürrealista vagyok, sajátos izmusokat
tálalok, de mindenki mást lát ugye a képeimben. Vannak korszakaim, sokféle, ugye, mint minden művésznek, színvilággal dolgozok. Egyre érdekes módon, hogyha így megnéznénk a fejlődésemet, a 20 éves koromtól most 45 vagyok, a 25 évet, akkor a sötét korszakomból teljesen ez a nyílt virág, most vagyok a legnyíltabb állapotban. Eleinte mondjuk ilyen filmes géppel dolgoztam, és utána digitálissal, de így nem volt ilyen konkrét beállítás, vagy ilyesmi, nem mindig, tehát minden helyzet ilyen más spontán reakciót teremt igazából szerintem. Úgyhogy nem használtam ilyen konkrét beállítást, egy ilyen félprofi géppel dolgozom, és ez nagyon jól bevált. Látom, hogy ugyanúgy, mint a férjed festményei, a képek is nagyon élénkek és színesek. Ez igen, mennyire igen. Jellemző rájuk ez az élénk, hát színes nagyon, világ? Nagyon-nagyon. Tehát Balin igazából ez a vörös, az arany, az ezüst, a fekete kombinációja nagyon domináns. Úgyhogy emiatt is ezt lehet látni szerintem egy-két képen, hogy nagyon érdekes az ottani világ. Miután a divat az indonéz nagykövet asszonyhoz és az alkotókhoz is közel álló területnek számít, így a kiállítás megnyitóját stílusosan egy kis divat bemutatóval zárták. Időszaki kiállításunkban 1946-ba utazunk vissza, és hát kicsit sajátos módon próbáltuk megcsinálni, ugyanis 1946. január 19-én Budaörsről elindult az első transport, amivel több száz budaörsi lakost telepítettek ki Németországba. Itt a kiállításunk elején ezzel a kis vagonnal próbáltuk szimbolizálni azt, hogy vajon milyen körülmények közt is kellett kiutazniuk, illetve elhagyni szülőfalujukat ezeknek az embereknek. A vagon két oldalán néhány idézetet lehet látni, ezek pont azt mutatják, hogy milyen sanyarú körülmények közt utaztak hosszú napokat ezekben a marha vagonokban. Egészen személyes, megindító és egyedi kiállítással tekintett vissza a budaörsi Jakob Bleier Heimat Múzeum az 1946. január 19-ével kezdődő előzetés tragikus eseményeire. 70 évvel ezelőtt közel 6000 budaörsi svábnak kellett mindent hátrahagyva, kisemmizve egy batyúval elindulni az ismeretlenbe. 1947 végére Budaörsről összesen 7268 főt űztek el. A faluban alig 800-an maradtak az egykor itt élők közül. A budaörsi vasútállomáson indult ez a megemlékezés sorozat, és ma itt a múzeumban pedig egy időszaki kiállítással szeretnénk emlékezni a 70. évfordulóra, és itt majd körbe tudtok nézni tényleg, hogy egy kicsit más módon, más szemmel próbáltuk megmutatni mindazt azt a szomorú dolgot, ami történt ugye 70 évvel ezelőtt. A vagon két oldalát is olyan módon próbáltuk megcsinálni, ahogy ezek a régi képeken láthatóak. Ugye erre nagyon gyakran felfestettek olyan szövegeket, amivel szülőföldjüktől búcsúztak az emberek, emellett pedig nemzeti színű szallaggal összekötött csokrokat tettek rá. Mi itt a rozmaringot választottuk, ami ugye a budaörsnek a népi kultúrájában nagyon fontos szerepet töltött be mindig. Tehát ez a vagon elsősorban inkább egy ilyen szimbolikus dolog, ezen kívül viszont maga a kiállításunk az három nagyobb tematikus egységből áll. Ezt nagyon jól mutatja a falakra elhelyezett három hosszabb idézet is. A kiállításnak az első része az inkább egy ilyen általános történeti bevezető. Itt elsősorban a történészi módszerek is figyelhetők meg. Alapvetően egy hosszabb szöveget lehet olvasni, ami egy történeti összefoglaló, mind magyar, mind pedig német nyelven, és ehhez kapcsolódnak a különböző személyes visszaemlékezések, illetve a személyes dokumentumok, illetve az MTI-nek a fényképei, amelyek 46. január 23-án készültek itt Budaörsön, és ezek azok a felvételek, amik hitelesen mutatják azt, hogy ugye, hogy is zajlott le itt a kitelepítés.
A kiállítás első része alapvetően személyes visszaemlékezésekre épül. Emellett három család kálváriájának a bemutatásával szemléltetik az előzetés tragikus következményeit. Az első család történet az a Frank családnak a története. Ők egy módos család voltak itt Budaörsön, és őket 1947. augusztusában, annak ellenére, hogy korábban mentesítést kaptak, kitelepítették Budaörsről, viszont azon kevesek közé tartoznak, akik visszatértek, ugyanis a fiú gyermek visszaszökött, majd később pedig a szüleit is sikerült visszahozni a Magyarországra. Itt néhány fénykép látható ugye a családról, valamint ugye a Frank házról az 1920-as évekből, ami ma is áll még a templommal szemben. Ezen kívül pedig olyan dokumentumokat helyeztünk ki, amelyek kimondottan a családdal, illetve a kitelepítéssel kapcsolatosak, tehát különböző mentesítési igazolványok, visszahonosítási okiratok. A nagypapám, budaörsi nagypapám tavaly halt meg, és valahogy ő érzem és láttam rajta, hogy sose tudta ezt igazából elfelejteni, tényleg a... hogy ilyen szomorú dolog és ilyen szörnyűség történt velük. A mi korosztályunk, vagy a szüleim korosztály természetesen már megbocsátott, de igazából felejteni nem felejtettünk, és ugye pont emiatt is azért folyamatosan szeretnénk megmutatni ezt a, ami ugye történt a magyarországi németekkel, a budaörsi németekkel is, és ezt mutatja majd a kiállításunk is, és mindig új szeleteket, új történeteket, új kincseket találunk ezzel kapcsolatban, például itt a kiállításon is majd láthatnak a előzöttek, kitelepítetteknek a leveleit, hogy ők is ezt hogyan élték át kint Németországban. De volt, aki visszaszökött, vagy vissza tudott jönni, ugye ő is ezt máshogy dolgozta föl. Volt, aki visszavásárolta a saját házát, volt, akinek ez nem sikerült, a legtöbben sajnos nem is kapták vissza, tehát például a nagypapám is soha semmit nem kapott vissza, és ezek olyan fájó sebek, ami szerintem az ő korosztályukban nem igazán gyógyul be soha, de nekünk viszont az a feladatunk tényleg, hogy erre emlékezzünk, hogy ezt mindenki tudjon erről, hogy mi történt 70 éve, viszont, amit mondtam, mi már megbocsátottunk, viszont szeretném, hogy ezt mindenki tudjon erről, tehát nem felejtettük el. Ami egy nagyon érdekes dokumentum, az itt látható munkakönyv, ugyanis ahogy említettem, ugye a Frank család egy módos család volt itt Budaörsön, viszont azután, hogy ők ugye kikerültek Németországba, hogy gyakorlatilag teljesen nulláról kellett újra kezdeniük az életet, emiatt ugye segédmunkásokká váltak, tehát ez a dokumentum is nagyon jól mutatja, hogy ugye végül is egy vagyonos, módos család, aki egy megbecsült tagja volt Budaörs társadalmának, gyakorlatilag kiszolgáltatva, szinte cselédként kezdik újra az életüket, és ugye kell minden vagyonukat újra megszerezni, illetve felépíteni a családnak a jólétét. A másik családtörténet, amit kihelyeztünk, az ugye a Winkler családnak a története. Winkler Terézia visszaemlékezése olvasható itt. Ez amiatt érdekes történet, ugyanis azután, hogy kitelepítették itt a budaörsi családokat, ugye a tragédiák tovább folytatódtak, ugyanis nem egy esetben ugye a családnak valamelyik férfi tagja orosz hadifogságban tartózkodott, emiatt ugye amikor hazatért a fogságból, nem találta itthon a családját, és ugye megpróbáltak a család után szökni. Hát itt mondt egy ilyen történet olvasható, hogy a családfő megérkezik a fogságból, nem találja már itthon a feleségét és a gyermekeit, és ugye megpróbál utánuk menni Németországba. És hát hosszú kalandok, illetve tragédiák után végül is sikerül neki megtalálni a családját, és így egymásra találnak Németországban. És hát a harmadik családtörténet, ami olvasható, az a Bence családnak a története. Ugye a Bence család 1946-ban lett kitelepítve, és azon kevés budaörsi családok közé tartozik, akik az 1950-es években, 1956-ban visszatértek Budaörsre. Nekik szintén itt egyrészt ugye láthatóak a családból néhány fotó, illetve ugye a régi családi ház itt fönt a Kálvária utca 14 szám alatt, illetve alul a nagyszülőknek, a Bence nagyszülőknek a Budafoki utcai háza, amelyiket ugye végül is amiatt telepítik ki őket, hogy ez a ház megtetszett egy partizánnak, és emiatt ugye őket is elűzik Budaörsről. Alatta pedig szintén néhány dokumentum látható a család történetéből.
Ezek közül, ami igazán kuriózumnak is számít, egyrészt megvan a családnak a szállító levele, ez az a szállító levél, amit akkor állítottak ki, mikor visszatérnek 56-ban, és ugye egy marha vagont bérelnek ki, és ebbe helyezik el a meglévő ingóságaikat, illetve itt egy leltár olvasható, ez az a leltár, amit fölvettek itt a budaörsi állomáson, hogy mik is azok a dolgok, amikkel ők visszatértek Németországból. A tárlaton emellett külön részen mutatják be a helyi búcsújáró helyek és kulturális értékek pusztulását, valamint 1946-os eredeti ruhadarabok segítségével szemléltetik az akkor élt svábok viseletét. Kiállításunk harmadik része, az pedig itt a hátsó szobában látható kis enteriőr, ahol azt próbáltuk bemutatni, hogy ugye milyen körülmények közt is hagyták el a budaörsiek szülőfalujukat. Egyrészt ugye körbe látható három molinó, ami 46. január 23-án készült felvételekből lett megcsinálva, előtte pedig budaörsi viseletbe öltözött család, akik éppen ugye lakhelyük elhagyására kényszerülnek. Néhány tárgyat azt érdemes kiemelni, ugyanis ezek olyan tárgyak, amelyeket 46-ban kitelepített családok vittek ki Németországba, később azonban visszakerültek ide a múzeumba, illetve az egyes iskolába. Itt különösen fontos az itt látható láda, ugyanis a Bence család 1946. januárjában többek közt ebbe a ládába pakolt össze. Bence Antal készítette ágydeszkából, amikor megtudták, hogy el kell menniük, és utána, amikor 56-ban visszatérnek Budaörsre, akkor többek közt ezt a ládát is visszahozzák. Szintén tőlük látható a két juppedli ugye a ládának a tetején, amiben kimentek 46-ba, majd szerencsére ezek is visszakerültek, illetve ugyanilyen visszakerült tárgyak láthatók itt a asszony ruhába öltöztetett babán, mind a Berliner kendő, mind a fejkendő, mind pedig a juppedli, az Németországból visszakerült adomány, amit a múzeumnak adományoztak. És hát fontos megjegyezni, hogy ezek mind olyan tárgyak, hogy lehet, hogy ezekből van még a múzeumban ilyen viseletünk, viszont ugye ezek különlegesen is fontosak abból a szempontból, hogy ezek megjárták Németországot, és úgy kerültek vissza utána a gyűjteményünkbe. Múzeumpedagógiai órákon keresztül pedagógusok is általában német iskolákban, a budaörsi német nemzetiségi iskolákban nagyon sokan jönnek hozzánk, tárlatvezetést kérnek, múzeumpedagógiai órákat, és akkor ezen belül is természetesen ugye a korosztálynak megfelelő szinten, de meg tudjuk mutatni az adott történetekkel, az adott tárgyakkal, vagy a múzeumpedagógus kolléganőmnek az ügyes foglalkozásain keresztül, hogy mindezek a dolgok hogyan történtek, és hogy ez milyen szomorú lehetett akkor, hiszen az ember, ha csak egy picit így bele gondol abba a helyzetbe, hogy mondjuk én is édesanya gyerekekkel van egy egzisztencia az embernek, semmi politikai, illetve egyéb más tevékenységben nem vett részt, és mégis azt mondják, hogy pakolj össze, és akkor menjél egy borig bombázott országba, és kezd újra az életedet a családoddal együtt. Ezt szerintem még a gyerekeim is értik, amikor ilyenekről beszélünk, és ilyet elmesélek, hogy ez miért fájt mondjuk a nagypapának annyira. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontos szerepe van a múzeumnak, hogy ezeket megmutassa, és így átérzik, és talán komolyabban foglalkoznak is utána a gyerekek ezekkel a dolgokkal, majd fiatalok ezekkel a dolgokkal. Szegény zarándok, a pusztaságban kúszva oltárnak nézi, pillancson meg bármit, s ahogy meglátja, már is térdre rogy. Fárasztó lehet. Ellenkezőleg minden térdre hullás új erőt ad. Hogy oltárt oltár után járjon? Hogy otthonában végre megpihenjen. Itt, nálam? Hol ismerős szentkép fogad, és újan megérinti, még szám imád rebeg. Rebeg, hiába, szavát sem értem így. Engedd, hogy ajkam ujjaim kövesse, ha imám elhal, kétségbe kell, hogy essek. Ha az Isten óvjon attól. Hát figyelj! Megnézzük, hogy mi a darab, mi az alapanyag, mik azok a történések emberek között, vagy egy társadalmi helyzetben, amik megfogalmazzák ezt a történetet, és ebből indulunk ki. Így nem
nem is annyira foglalkozik ilyenkor az ember azzal, hogy ezt most máshogy interpretálta, vagy a különböző korokban ezt hogy dolgozták föl. Az igazságát igyekszünk keresni minden egyes figurának, és ezáltal az egész darabnak is. Azt gondolom, emberi értelmezés van. Tehát az van, hogy vannak emberi viszonyok, vannak emberi történések, emberi érzelmek, emberi akaratok, gonoszságok és szörnyűségek és csodálatosan szép dolgok, és ezeket igyekeztem körüljárni. Az, hogy ehhez ebben az előadásban konkrétan a kulcs az korban hozzánk nagyon közel van, tehát mai ruhákban láthatóak ezek a karakterek, a díszletünk egy eléggé neutrális tér, de ugyanakkor a maiságán keresztül minden mozzanatában örökérvényű. Tehát nem kell nagyon sokat dolgozni azon, hogy ez lefordítódjon a mai korra, hiszen mai az anyag, élő az anyag. Shakespeare 450 évvel ezelőtt született örökbecsű remek művét, a Rómeó és Júliát állította színpadra Berzsenyi Bellág Ádám rendezésében a Budaörsi Latinovics Színház. Bár a mű a korabeli nyelvezettel, a jól ismert szituációkon keresztül kerül a néző elé, a színpadi világ és a játék egészen 21. századi, így egy különös kompozíció született, sok érdekességet rejtve magában. Nehéz helyzet volt alapvetően, mert ugye egy ilyen szerepnél az van, hogy van egy csomó előd, ezt már sokféleképpen eljátszották. Ugye általában ez a nagyon érzelmes irány az, amifele szokták vinni ezt a figurát, de közben mégiscsak magunkból kell fogalmazni, meg egy picit talán az is benne kell, hogy legyen, hogy milyenek vagyunk mi. Tehát nem csak én, hanem a mi generációnk, hogyan szerelmes, erről is lehet gondolkodni, és sokat, sokat beszélgetünk erről Ádámmal, hogy mifele kéne elindulni. Ez nem lesz egy klasszikus Rómeó. Persze a szerep az megvan, mármint az megmaradt, tehát ez az egész ív, és a szerelemben hal bele, de ez a sok bók, amit mond Júliának, ez szerintem mélyebben van annál, mint hogy szépeket mondjon. Ez egy hatalmas szerelem, ami egy kőkemény és nagyon talpra esett srácot annyira megrász, hogy köpni nyelni nem tud. Maga a klasszikus nyelvezet az hogyan szembesül itt a 21. századi léttel, ami ugye éppen szószegény, inkább csak jelzésekkel, gesztusokkal kommunikál? Nehéz volt olvasni, a Mészői fordítással dolgozunk, és először nehéz volt olvasni, nehéz volt összerakni ezeket a képeket, aztán egyszer csak ráérez az ember, hogy ez mennyire gyönyörű tényleg, és teli van parázssal tényleg, és még próbák után is ott marad. Egy erkély jelenet után ott maradnak ezek a szavak, meg ezek a képek az emberben. Szerintem egyébként nincs ez olyan távol a mai világtól, mint amennyire elsőre tűnik. Csak valami olyan helyről kell ezt hozni, hogy ez hitelessé váljon. Rómeó! Hogy összerezzed? Saját nevető Rémus halára? Bocsáss meg, elgondolkodtam. Te! Te! Jó, csak hagyj, légy szíves. Te miről? Hogy miért így az úgy? Hogy miért mégse, ha mégis? Hogy a farka miért nő mindig vissza a fürgegyikre, és hogy a farokra gyík, miért soha? De hogy miért nem tudja a választ a bölcs, és miért kérdez mégis az ostoba? Nem jó riposzter, csak a olyan szajha filozófia. Szajhát mondtál? Nem értem, miért? Hogy nő csicsergés, semmi több, úgy vélem erre gondolt. És hogyha nő, akkor már mindjárt szajha. Sajna, de mégis túl érte a bajsza. Miki nem nő, a bajsza. És ha megéri, kisérked ám, mindegyiküknek. Ha nő, ha lányból asszony lesz belőlük, kisérked ám, de menten. Én nem foglalkoztam az eddigi interpretációkkal, a szöveggel foglalkoztam. Az ugye adott, és valószínű, hogy attól olyan jó, mert Shakespeare olyan jól megírta, és általában a szövegek azok kiadnak valamit, ami hiteles és igaz és emberi dolog. És hát természetesen önmagamból tudom csak megfejteni, mert hát én csinálom, úgyhogy azt a tapasztalatot, amivel idáig rendelkezem, azt próbáltam ennek szolgálatába állítani. Mennyire érezted ugye ezt a végül is régebbi szituációt mainak, vagy mennyire elképzelhetőnek, tehát hogy mennyire volt könnyű megformázni?
Hát, abszolút. Szóval, hogy ez egy teljesen örökérvényű téma, azért is dolgozzák fel évről évre, időről időre, mert az, hogy felteszünk egy olyan szerelmet a mérlegre, az életünk mérlegére, ami minden egyes helyzetben nyer, az valahogy minden ember álma, hogy egyszer találjon egy olyan szerelmet, ami ilyen elsöprő is, és igaz szerelem. Aztán itt ezt így, mint egy laboratóriumban is Shakespeare szépen kielemzi, hogy mi van, ha a kedves unokabátyádat tesszük a mérleg másik oldalára, mi van, ha a dadádat, ha az anyádat, ha az apádat, ha a saját magad életét, és mindig a szerelem győz. És kérdés az, hogy ez mennyire jó. Szóval, hogy erre vágyik az ember, hogy ezt megismerje, és amikor meg végignézi, akkor azt mondja, hogy de hát jó, de hát ez 3 napnál tovább nem tart, és tulajdonképpen belepusztul 2 ember, akit ez érint. Ez a nagy szerelem, és hát igen, hogyha az ember felnő, akkor óhatatlanul is kompromisszumokat köt, óhatatlanul is a túlélésre megy, és szépen kialakul, hogy bizonyos kapcsolatokat hogyan tud túllépni, hogyan tudja azt mondani, hogy nem, ez nekem már sok, és nekem muszáj túlélnem, és ezért ott hagylak, vagy ezért hagyj el engem, vagy... És ez ilyen szempontból nagyon izgalmas, és nagyon aktuális minden pillanatban, is az is lesz innentől arra felé. Elárultam magam, szép montágus, most könnyű vérűnek gondolsz talán, de bízzál bennem, én hívebb leszek, mint az, ki kellettől húzódozik. Tartózkodóbb is lettem volna, lásd, ha szívem titkát észrevétlenül ki nem lesett. Bocsáss meg hát nekem. És ne hidd a féle csélcsap indulatnak-e vallomást, mit felfedett az én. A boldogságos holdra esküszöm, mert színezüs, de vonja itt a fákat. A holdra, jaj, nem mondja holdra esküt, az körbejárva változik havonta. Oly változó lesz majd szerelmed is. Hát mire mondjak esküt? Semmire. Van egy rejtett dolog a darabban, amit az elemzések során felfedeztünk, és ami tulajdonképpen tökéletesen működik, talán nem az első dolog, ami az embernek eszébe jut, hogy ez egy nagyon-nagyon könnyed, szinte vígjátéki helyzetből indul ez a darab, és nagyon itt nagyon burjánzó, nagyon fiatalos, nagyon lendületes, de könnyed minden ízében. És hirtelen van egy fordulópont a darab kellős közepén, ahol elszakad a cérna, ahol egy 180 fokos fordulatot vesz maga a darab is, és erre igyekeztünk igazából ráerősíteni, hogy valójában megtörténjen az, hogy szinte 2 teljesen kontrasztos fél-fél előadást lát a néző, és talán ez kiad egy egészt, és szól valamiről így. Hol van most az anyád? Hol az anyám? Hát bent van, ott a házban, hol volna másút? Furcsán tudsz felelni. Minden szavában talpig úri ember, hol az anyád? Menj, Béri szentatyám. Hogy forra kis csupor, mindjárt kifut. Hát így gyógyítod meg, fájó tagjaim. No, Esztem, járj el dolgodba magad. Egy szót sem értek. Mit mond Romeo? Elkéreckedtél délutánra gyónni? Elhá. Na! Akkor siess Lőrinc baráthoz. Ott férjet is találsz. Neked valót?